Szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit, illetve a Pont Rádió hallgatóit, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a stúdióban Rácz Margit kézművest, a Túrtű Foltvarró szakkör tagját, akinek az élete rendkívül érdekesen alakult, és izgalmasan alakult mind a mai napig. Én arra kérem Rácz Margitot, hogy mutassa be magát, beszéljen picit az élettörténetéről. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Mit is mondjak magamról? Mezőtúron nőttem fel, és egészen 20 éves koromig itt éltem, itt jártam középiskolába, a Teleki Blanka gimnázium tanulója voltam. Aztán elkerültem, a textiliparban dolgoztam, a végzettségem is erre irányult, vagy erre vonatkozott, szövőipari szakon végeztem, és egészen a rendszerváltásig egy népművészeti szövetkezetben dolgoztam, mint középvezető, majd vezető. Amikor meghalt a textilipar, akkor úgy gondoltam, hogy váltok, próbálkoztam ezzel-azzal, de még az előző munkahelyemen, mivel mindig érdekelt az irodalom, az írás, elvégeztem egy újságíró stúdiót, és írogattam ide-oda, külsőztem különböző megyei lapoknak, meg helyi újságoknak, reklámújságokba írtam PR cikkeket, tehát az írás is mindig ott volt, hogyha nem veszik a kedves nézők dicsekvésnek, akkor már középiskolás koromban is írtam, és egy nagyon jó helyezést, harmadik helyezést értem el egy országos novella pályázaton, ami akkor Vietnámról szólt, és hogyha szabad megemlítenem a kedves tanárnőmet, Dobos Istvánné Ica nénit, az ő mentorálásával történt ez a dolog, és azóta is büszke vagyok rá. Tehát az írás is megmaradt az életemben, de mivel a textil iparban dolgoztam, ez is szerelem volt már gyerekkorom óta. Az első ténykedésem az volt, hogy az újonnan megkapott ruhámat szétvágtam, hogy majd én átalakítom. Persze nem sikerült a szüleim nagy-nagy örömére, de ez is végig kísérte az életemet, a varrás. Hobbi szinten mindig bütyköltem valamit, vartam ruhát magamnak, nem volt pénzem elég, hogy a butikban vásároljak, akkor bementem és lerajzoltam, vagy a kirakatban rajzoltam le, és aztán otthon megcsináltam, nem csak magamnak, hanem a barátnőimnek, a családomnak, tehát ez is mindig ott volt. Aztán a 90-es évek elején, ahogy az előbb is említettem, váltottam, hiszen a textilipar szinte teljesen meghalt, és bezártak ezek a műhelyek, gyárak, szövetkezetek, ugye a kínai piacok előretörésével történtek ezek a dolgok, és akkor tulajdonképpen innen vállalkozóként dolgoztam, hát sok mindent csináltam. Volt, amit sikerrel, volt, amit kevesebbel. Írogattam, ahogy az előbb is említettem, producerkedtem, évekig dolgoztam a Magyar TV-ben, hát akkor még nem volt ilyen nagy, még csak egy kisebb lefedettségű tévé volt, könnyűzenei műsorok producereként, rendezőjeként, aztán könnyűzenei műsorokat adtunk el tulajdonképpen egy produceri irodával különböző rendezvényekre, fesztiválokra. Ezzel foglalkoztam sok-sok évig, és amikor hazakerültem 3 évvel ezelőtt Mezőtúrra, akkor került megint előtérbe a textil az életemben. Mindig készültem arra, hogy majd egyszer, amikor sok időm lesz, akkor csak ezzel fogok foglalkozni, de valahogy egészen addig nem sikerült. De azt azért érdekességként elmondanám, hogy gyűjtögettem az anyagot. Hát körülbelül 15 éve gyűjtöm az anyagokat. Egy szekrényem tele volt már mindenféle gyönyörűségekkel, aztán vagy vartam belőle valamit, vagy nem, vagy sikerült, vagy nem, de ez ott volt készleten, és aztán egyszer itt Mezőtúron, a házban, ahol lakom, kinéztem az erkélyen, és akkor egy hölgy csodálatos dolgokat rázott.
Én azt szoktam neki mondani azóta is, ahogy emlegetem, hogy ott ráztad a rongyok, a rongyaidat. Gondolom, hogy megérdemli, hogy megemlítsem a nevét, úgy hívják, hogy Gaudi Lajosné Marika. Tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy bekapcsolódtam a foltvarrásba, mert tulajdonképpen azt gondolom, erről fogunk ma legtöbbet beszélni. Így van, így van. Egy picit az időben szaladjunk vissza, hiszen hosszú budapesti tartózkodás után, ugye 3 éve, mint ahogy a Margit említette, visszakörzött mezőtúrra. Mi volt ennek az oka? Azt gondolom, ez is egy lényeges. Tulajdonképpen egyedül éltem már, és édesanyám is egyedül, ő itt mezőtúron. 3-4 hetente jöttem le hozzá, ha esett, ha fújt, az utóbbi időben már elkelt a segítség is, tehát nagy kert, fűnyírás, egyebek. Én ezeket kifejezetten élveztem, ugye Budapesten nem volt erre lehetőségem, és aztán, ahogy telt az idő, úgy éreztem, hogy anyukámnak segítségre van szüksége. Ő szerencsére nagyon jól van, fizikailag, szellemileg, tényleg kitűnő állapotban, de hát 20 éve egyedül él. És akkor én úgy döntöttem, hogy akkor segíteni fogok neki. Tulajdonképpen igazából mindegy volt, hogy hol élek, és akkor visszajöttem, hogy úgy mondjam, mezőtúra. Kicsit furcsa volt az elején, de nagyon kedvesek voltak az emberek, folyton folyvás megszólítottak, hogy ki vagyok, meg honnan jöttem, meg mit keresek itt. Akkor még volt egy kutyusom, és sokat sétáltam vele a lakótelepen, és akkor így végül is elég hamar találtam, szereztem ismerősöket, nagyon kedvesek voltak a szomszédok, tehát tulajdonképpen visszailleszkedtem, vagy beilleszkedtem, úgy is mondhatom. Hát ugye nyilván annak köszönhető ez, hogy többen megkérdezték, hogy végül is honnan jött, vagy ki jön, hogy nagyon régen nem volt már akkor mezőtúron, tehát több évtizedet. Hát több évtizede, igen, és ugye távol. Az itt tartózkodásaim, hiába jöttem rendszeresen, azok csak abból álltak, hogy elmentem az édesanyámhoz, és ott töltöttem azt az 1-2 napot, amíg itt voltam. Ebből a bevezetőből is kiderült az, hogy nagyon sok témakörben lehetne Margittal beszélgetnünk, hiszen önmagában érdekes terület a műsorszerkesztés, az újságírás, amelyet ő ugye kipróbált Budapesten, és nem csak, hogy kipróbált, hanem dolgozott ezen a területen. De hát akkor fókuszáljunk ugye a mai témánkra, elsősorban a foltvarrásra. És beszélgettünk itt még műsoron kívül, hogy a foltvarrás történetét is talán érdemes lesz megvilágítanunk, vagy arról is beszélnünk, hiszen nagyon érdekes és izgalmas területről van szó, és tulajdonképpen egy régi textiles munkáról van szó. Ezért én megkérném arra, hogy beszéljünk picit, historizáljunk ezen a területen. Igen, érdekes története van a foltvarrásnak, és én is azóta kutakodom azután, amióta ezzel intenzívebben foglalkozom. Tulajdonképpen már az ókori Egyiptomból vannak emlékek, amikor különböző darabokból, textil darabokból varták össze a ruháikat, de igazából, illetve még egy érdekesség, hogy az időszámítás előtt 500 és 800 közötti időszakra tehető, ez az a történet, vagy legenda, hogy Buddhának a hívei ajándékba selyem darabokat vittek, és összegyűlt jó sok darab selyem, amikor is a Buddha azt kérte a híveitől, hogy varjanak ebből neki egy takarót. Tehát már ide is visszavezethetjük. Tehát tulajdonképpen Buddháig vissza lehet vezetni egészen a foltvarrás történetét? Igen, illetve hát az ókori Egyiptomig, de a Buddha az egy ilyen közismert történet, de igazából az eredetét, vagy az eredetének a kezdetét azt a szövőszékek megjelenéséhez tehetjük, ugyanis a lehullott anyagdarabokból vartak az angliai asszonyok maguknak, a családtagjainak, itt inkább a szegények foglalkoztak ezzel, ruhaneműket, takarókat. Aztán igazi, hogy is mondjam, az igazi
fénykorát akkor kezdte élni, amikor a kivándorlók az új világba, Amerikában kezdtek el varni foltvarott dolgokat. A telepesek asszonyai összejöttek, hát valahogy úgy lehet ezt elképzelni, mint nálunk, ahogy a fonóban annak idején összejöttek az asszonyok. Összejöttek csoportokba verődve, és közösen vartak, takarókat elsősorban, a mai napig nagy divat, hogy a háztól elkerülő, elköltöző fiú takarót kap ajándékba, még most is lehet olvasni történeteket, hogy amerikai katonák a világ különböző részeire, ha ott teljesítenek szolgálatot, viszik magukkal a szülő, vagy az édesanya, vagy a lánytestvérek által vart takarókat például, vagy házasságkötésre takarót adnak ajándékba. És aztán így végül is elterjedt az egész világon, és óriási divatja lett. Ma már nem a régi szakadt ruhák éppen maradt részeit használjuk, hanem kifejezetten erre szakosodott iparág működik. Olyan anyagokat gyárt, amiből szebbnél szebb foltvarott termékeket lehet készíteni. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy eleinte az újrahasznosítás is egy fő szempont volt, tehát hogy ne menjen kárba gyakorlatilag semmi. Igen. Viszont mára már divattá vált maga a szakma, vagy ez a szakterület, igen, és kifejezetten olyan anyagokat is állítanak elő, amely a foltvarlásra alkalmas, ha jól értelmezem. Magyarországon meddig mehetünk, nyúlhatunk vissza az időben? Hát már nem tudom megmondani, nincsenek ismereteim, de hogyha, tehát amikor én legelőször találkoztam foltvarrással, tehát magyar vonatkozásúval, az én emlékeim szerint ugye 80-as évek voltak, persze lehet, hogy elszórtan már varrogattak asszonyok, de gondolom, hogy leginkább az internet elterjedésével vált ez egy ilyen tulajdonképpen népművészetté, azt lehet most már mondani. És csak érdekességképpen mondom, hogy ugye általában a foltvarrott minták azok Amerikából származnak, a motívumok, a blokkok, ahogy szakkifejezéssel éljek, de ma már nagyon sok olyan foltmunkát látok, ahol becsempészik a magyar motívumokat is ebbe a munkába. Én magam is nagyon-nagyon szeretem, szoktam például tarsolj mintát applikálok, vagy varrok, vagy festek a munkáimra. Tehát kivetten ősi magyar motívumok igen, is. Igen, előjönnek, igen, most már egyre inkább, igen. Tehát ahogy ugye az igény támad bizonyos motivumok iránt, akkor úgy a foltvarrók is magukévá tudják ezt tenni, és be tudják építeni ezt az igényt, a jelentkező igényt a munkájukba. Igen. Mezőtúr, tehát eljutunk Amerikából ugye Európába, Magyarországra is eljutunk mezőtúrra, hiszen mezőtúr, azt kell mondjam, hogy hagyománya van már a foltvarrásnak. 2001-ben alakult a túrtű foltvarró szakkör, amelynek ön is tagja. Mióta tagja? Én hát igazából olyan 2 vagy 2,5 éve, most pontosan nem emlékszem, mert 3 éve voltam legelőször egy foltvarró táborban, és utána kezdtem el komolyabban foglalkozni vele. Ugye 5 fővel indult ez a szakkör, viszont a foglalkozásokat már akkor is 30-40 fővel tartották, tehát alkalmanként, legalábbis az én tudásom, ismereteim szerint. És hát nagyon komoly szaktudással rendelkeznek a mezőtúri foltvarrók. Nemrégiben volt egy kiállítás a közösségi házban. Miről szólt a kiállítás, kik állítottak ott ki? Igen, de mielőtt a kiállításról beszélnék, akkor hadd beszéljek egy kicsit a szakkörről, ami számomra is egy csoda. 16 éve működnek, és az alapító tagok közül még jó néhányan ma is ott vannak, és tulajdonképpen a szellemi vezetői ennek a szakkörnek. Ahogy én nem is tudom, hogy elmondtam-e a nevét, de akkor most még egyszer elmondom, hogy Gaudiné Marika,
őt tartom az én igazi mentoromnak, meg ugye ő volt az, aki az ő munkái inspiráltak arra, hogy én is elkezdjek ezzel foglalkozni, de a Varga Kálmán Ibolya, aki a vezetője a szakkörnek, mindannyian csodálatos munkákat adnak ki a kezükből, és a mai napig újabbakat tanulnak, amit megmutatják a többieknek, megmutatnak, megtanítják velünk, de jó páran vannak a szakkör tagjai közül, akik folyamatosan próbálnak újabb technikákat, most már az interneten tulajdonképpen minden lehetséges megtanulni, és akkor ezt így át tudjuk adni azoknak, akik esetleg nem jutnak hozzá, vagy nem tudják elkészíteni egyedül, akkor ők ezt így megtanulják, és akkor a kiállítás, ez minden évben megrendezésre kerül, de nem csak kiállítás, hanem egy háromnapos foltvaró napokat is rendezünk, amikor az ország különböző részeiből jönnek a foltvarrók, hogy tanuljanak tőlünk. A kiállításról elmondanám, hogy most a kiállításunknak a neve Virágok virága volt, ugyanis a munkák nagy része virágok, vagy virágos motivumokból állt, vagy virágos anyagokból készítették a hölgyek a munkákat, az alkotásokat, inkább így helyes, ami nagyon érdekes és új, és még az országban sem terjedt el. Van egy angol hölgy, aki kitalált egy csodálatos technikát, az a neve, hogy Mille Fiori, ez 1000 virágot jelent, és megjelent a könyve, amiről azt kell mondani, hogy sikerkönyv lett. Mi is valahonnan Angliából tudtuk megrendelni, mert a környéken sehol nem volt kapható. És éppen a Gaudiné Marika volt az, aki szerelmese lett ennek a technikának, és készített egy néhány dolgot, olyannyira megtanulta az alatt az idő alatt, amióta hozzájutottunk ehhez a könyvhöz, hogy már át tudta adni először a szakkörtagjainak, majd később a táborban, és az egyik fal a kiállításon kizárólag Mille Fiori munkákkal van tele, szebbnél szebbek. A szakkörnek nagyon-nagyon sok tagja elkészítette ezeket. Ez az egyik, a másik pedig, amikor különböző virágmintás alkotásokat készítettünk, ebben is szinte végtelen a sor, hogy miket lehet alkotni ezekből az apróra, miszlikekre vágott rongydarabokból. És pontosan milyen, tehát miket lehet alkotni? Tehát ezek terítők, vagy ruhadarabok? Hát lehet ruhadarabokat, és azt nálunk nem igazán csinálják, de nagyon-nagyon elterjedt annak is a divatja, hogy úgynevezett patchwork technikával készítenek ruhadarabokat férfiaknak és nőknek, és hogyha az interneten körülnézünk, akkor nagyon sok ilyet látunk. Én most egy japán ősi technikával, szintén foltvarrás, varrok már vagy egy fél éve egy darabot, amiből egy kabátot szeretnék, de körülbelül még egy fél évbe fog telni, mire kész leszek, mert kézi öltésekkel kell összevarni mindenféle széttépkedett rongydarabokat. Ezt nem vágjuk, hanem tépjük ezt, amiről én most beszélek, ez az úgynevezett boró, ez is egy ilyen foltozásos technika. De különböző mértani alakzatokból lehet csodákat a színekkel játszva elkészíteni. Hát el kell menni, meg kell nézni a kiállítást, mert azt hiszem, hogy az mond a legtöbbet erről a... Igen, és akkor konkretizáljuk a kiállítás helyszínét, bár említettem, hogy a közösségi ház. Igen. Hogy meddig lesz megtekinthető, amikor a kiállítás? Amikor a közösségi ház nyitva tartási ideje van, akkor bármikor egészen ennek a hónapnak a végéig. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, aki szépségeket akar látni, ha arra jár, vagy ha célzottan oda megy, menjen, nézze meg, mert csodálatos dolgokat alkottak a szakkör tagjai. És a kiállítással együtt, ahogy már említette Margit, a foltvarró napok is megrendezésre kerültek, most a hétvégén talán?
Igen, igen. És én úgy tudom, de lehet, hogy tévedek, hogy az ország minden részéről érkeztek, vagy legalábbis sok felől, kb. 70-en, tehát többen érdeklődők. Igen, hát a pontos létszámot nem tudom megmondani, de ilyen 60 és 70 között voltak a résztvevők, Miskolcról, Ajkáról, Szegedről, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy az ország minden részéből jönnek ilyenkor, szakkörökkel vagyunk kapcsolatban, tehát ők tőlük is, de magánemberek is, akik érdeklődnek a foltvarrás iránt, és ami mindenkinek nagyon tetszett, hogy többféle dolgot tudtak megtanulni. Voltak táskák, különleges táskák, amit nem ismertek még. Aztán a Millefiorit tanította a Marika, tanította az egyik kolléganő a farmernek az újrahasznosítását. Ez nekem is egy nagyon kedvenc területem. Ugye tudjuk, hogy a farmer készítésnél mennyi víz, egyéb festék, stb. És nagy divat lett az újrahasznosítás, és ebből is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Tehát tulajdonképpen hobbi szinten, aki szeret varni, akkor nyugodtan csinálhat egy tarisznyát, vagy bármit a kikopott farmernadrág ép részeiből, csoda dolgokat lehet belőle alkotni. Aztán én magam például, nekem az egyik kedvenc területem, vagy a másik kedvenc területem a textilfestés. Olyan textilfestési technikát tanítottam meg most a hölgyekkel, amit nagyon-nagyon kevesen ismernek. Én azt egy angol nyelvű videóból találtam, véletlenül rátaláltam az interneten, és addig néztem, hogy úgy döntöttem, hogy kipróbálom az első alkalommal a számítógép meg a konyha között rohangáltam, hogy éppen mikor melyik fázist kell csinálni. Ez egy jégkockákkal való festés, szenzációsan izgalmas, érdekes, nagyon élvezték a résztvevők, és a végeredmény is pólót festettünk be éppen, ami nem igazán foltvarrás, de ezt megtehetjük egy anyagdarabon is, és akkor fel tudjuk használni a munkáinkhoz. Nagyon nagy sikere volt ennek is. Úgyhogy talán az volt a legjobb a visszajelzések alapján ebben az egészben, ebben a táborban, hogy nagyon-nagyon sokféle új technikát meg tudtak tanulni, és akkor azt tovább viszik, megmutatják otthon a saját csoportjaikban, és akkor így terjed, de mi magunk is elmegyünk különböző foltvarrós napokra, ahol mi is tudunk újat tanulni. Hihetetlen, hogy ennek a szakterületnek is mindig újabb és újabb technológiái válnak ismerté, tehát nincs lezárva ez a történet, folyamatosan fejlődik. Ez a fogalmazhatunk úgy, hogy szakma a foltvarrás? Vagy hobbi tevékenység? Van, aki már szakmaképpen, vagy szakmaként űzi. Én azt mondanám, hogy ez népművészet. Igen, ugye a szakmának az egyik kitétele az is, hogy rendszeresen űzik, és abból ugye megélhetés származik. Igen, vannak jó néhányan, akik ebből élnek, így van, igen. Úgy tudom, hogy egy tanfolyam is indult. Igen. Volt varró tanfolyam. Erről igen. Is beszéljünk egy picit. Ugye 15-16 éves a szakkör. Jó néhányan vannak alapító tagok, és az idő bizony telik. Vannak hölgyek, akiknek már egyre nehezebb eljönni hétről hétre, ugye minden héten kedden van foglalkozás, és van úgy, hogy kevesen vagyunk, és jó lenne, hogyha lenne utánpótlás, ha lennének fiatalok, akik meg szeretnék ezt, és akár a saját kedvtelésükre, akár a családnak ajándékozásra, ugye ezzel meg tudjuk szépíteni az otthonunkat, nagyon praktikus használati tárgyakat tudunk belőle készíteni, ugye a táska, az óriási sláger, a foltvarrott táska. A legnagyobb, legkeresettebb. A legkeresettebb, igen, hogy meg tudják ezeket tanulni, és akkor reménykedünk abban, hogy néhányan maradnak is velünk, és akkor egy kicsit lehet frissíteni a
És a tanfolyam foglalkozásai mikor vannak? Tehát erről is beszélj, kedden picit. Van szakköri foglalkozásunk, 2-től 4-ig, és 4-től 6-ig 10 alkalommal lesz a tanulás. Akkor jöhetnek az újak, már az első alkalom megtörtént, ezen a héten kedden. De lehet csatlakozni, gondolom. Lehet csatlakozni, így van, tehát nem törvényszerű, hogy... Csak a kezdetben kell bekapcsolódni, azt tudni kell, hogy ingyenes a tanfolyam, és ha másra nem jó, arra, hogy otthon a szabad idejében tud gyönyörű dolgokat készíteni. Tehát az alapokat a 10 alkalommal meg fogja tanulni, ha akarja. Egyelőre csak tű, cérna és valami kis anyag hulladék kell hozzá. Íróeszköz, tehát nyilván. Ja, íróeszköz és füzet, az nagyon fontos, mert rajzolunk, írunk, igen. Kizárólag női érdeklődés van-e, vagy tehát kizárólag nők érdeklődnek-e, vagy esetleg férfiak is néha megfordulnak a Fortvaró szakkörházatáján? Nálunk nem tudok arról itt Mezőtúron, hogy lennének férfiak, de a világon vannak, és már igazán kiváló művészek is vannak közöttük, akik olyan csoda dolgokat csinálnak, hogy az ember egyik ámulatból a másikba esik. Vannak férfiak a Fortvaró között, de Magyarországon sem tudok, de a világban vannak, Angliában, Amerikában. Mondhatjuk azt, hogy Mezőtúr egyik súlyponti helye a fordvarrásnak Magyarországon? Szerintem igen, mondhatjuk. Tehát a szakértelemre alapozva, igen, mondhatjuk. A hagyományra alapozva, ugye a hosszú idő, tehát a szakkör megalakulásától eltelt 16 évre alapozva, hiszen én olvasom azt is, hogy különböző szomszédos településekkel rendszeres kapcsolattartás igen. van. Igen, nem csak szomszédosokkal, távolabbiakkal is, igen, Mezőkovácsházán, Kisújszálláson, Martfűn, Szolnokon, tehát több helyen megfordultunk már, most nem Egerben, illetve Egerszalókon, tehát ahol úgy gondoljuk, hogy olyan technikákat, új dolgokat tudnak tanítani, ami számunkra is hasznos és fontos, akkor oda 1-2-3 tag a szakkörből mindig elmegy, és akkor ők megtanulják, hazahozzák, és a többieknek megmutatják. És a szakkör 7 tagja már 5. éve tagja a Magyar Fortvaró cégnek, igen, is. Igen. Ez is egy fontos és nagy dolog. Igen. Igen. Ezt is említenünk. Ez is a rangját emeli magának a szakkörnek, a túrtű Fortvaró szakkörnek itt Mezőtúron. Igen, hiszen a C-nek van egy rendszeres kiadványa, ahol szintén bemutatnak leírásokkal, útmutatóval együtt új modelleket, most rossz kifejezés, de most ez jutott hirtelen eszembe, és... Tehát aztán pályázatok vannak, kiállítások vannak, lehet pályázni kiállításra, tehát mindenképpen hasznos a cég. És akkor én most gondolom, hogy rátérhetünk a másik fontos nagy szerelmére Rácz Margitnak, az írásra. Hiszen említette a beszélgetésünk elején, hogy ő írással is foglalkozik már igen régóta, és a Mezőtúri Lokalisták, ők ugye egy internetes csoport, megkeresték őt, ha jól tudom, nem olyan túl régen, hogy publikáció... Jó fél éve talán. Igen, publikáljon, írjon, és a szerzőjeként ennek a csoportnak jelenjen ő is meg néha az alkotásaival. Beszéljünk erről a tevékenységről egy picit. Tehát milyen jellegű írások jelennek ott meg Margit tollából, milyen kedvenc irodalmi műfaj az, amelyben szívesen alkot? Igen, hát azt azért el kell mondanom, hogy az utóbbi időben bizony hanyagoltam a lokalistákat, mert teljesen lekötött a foltvarrással kapcsolatos tevékenységem, de ez csak átmeneti állapot. Hát általában, tehát én nem vagyok egy, nem tudok bulvárt írni, általában leíró cikkeket szeretek, vagy interjúkat szeretek készíteni. Írtam például a Turi vásár történetéről, aztán emberekről, érdekes emberekről, akik akár a példaképeink lehetnek, tulajdonképpen ez az én műfajom. Rövid prózák, esszék talán mondhatjuk, vagy maga az interjú, a cikk, az inkább is egy műfaj. Igen, inkább.
És akkor ezek az írások ugye megjelentek egyrészt ezen az internetes oldalon. Igen, ez egy internetes portál, ahol tulajdonképpen Mezőtúrnak a hírei, gyorsan eljut a városnak a hírei, eseményei, nagyon gyorsan el tudnak jutni az olvasóhoz. Ugye a Mezőtúri és vidéke, az, ha jól tudom, 2 hetente jelenik meg, tehát itt frissebben jutnak az olvasók, az internet lakók, hogy úgy mondjam, a Mezőtúri hírekhez, és amellett természetesen vannak olyan jellegű írások, amik bemutatnak egy-egy embert, egy-egy tevékenységi kört. Tehát mindegy célja is ennek az oldalnak. Igen. Tehát nyilván, amikor alapították ezt az oldalt, akkor ez egy kitűzött irány volt. Hol jelennek még meg esetleg, vagy hol jelentek meg a régebben írásai Margitnak? Hát tulajdonképpen inkább helyi lapokban, kerületi újságokban. Tehát a budapesti időszakra Budapesten, is gondolom. Igen, helyi vonatkozású újságokban. Volt egy magazin, úgy hívták, hogy Vásárváros, már meghalt, tehát már nem nincs, abba írtam. Aztán nagyon sokat írtam a 13. kerületi helyi újságba. Tehát nagy lapokban nem igazán. Hát megkérdezem, mert ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy mely tevékenység fontosabb Margit számára, a foltvarrás vagy az írás? Mindkettő. Tehát hasonló. Mindkettő, nem sikerült még eldöntenem, egyszerűen zavarban vagyok, amikor az egyiket vagy a másikat hanyagolom a valamelyik kárára. Tehát lényeg az, akkor lelkiismeret furdalásom van. Mindkettő, nem tudok különbséget. Ez az alkotó ember lelkiismeret furdalása. Igen. Nyilván. Igen. Tehát ő mindig, tehát aki alkot, mindig szeretne újat alkotni. Ha valamit megcsinál, vagy elkészít, akkor az a kész van. Igen. Tehát, hogy a fejben is elrendezi, és utána már a következőre koncentrál, és eltelik egy bizonyos idő, és nem jön a következő, akkor nyilván egyfajta sürgetést érez. Igen. Egyfajta önsürgetést érez saját magával szemben. Ugye jól érzem én ezt. Így van. Igen. Meg elégedetlenséget is. Időnként. És nyilván akkor tervezi, hogy a következő hosszú-hosszú évek, évtizedek alatt is mindkét tevékenységet tovább. Mindkettőt, igen. Hát ugye ott a füzetemben ott vannak a feladatok, hogy riportok, írások, tervei, és ott vannak a másikban pedig a varrott munkák, vagy a varni való munkák tervei. Én jó egészséget kívánok mindkét tevékenységhez. Nagyon szépen köszönöm. Továbbiakban is megköszönöm Rácz Margitnak, hogy mai nap a műsorunk vendége volt. Jöjjön legközelebb is. Hát ha lesz miről beszélni, akkor örömmel. Köszönöm természetesen. Szépen. Kedves nézőinknek és rádióhallgatóinknak pedig megköszönöm a mai figyelmet, és fölhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a YouTube csatornánkon ezt a műsort is, és a többi adásunkat is visszanézhetik bármikor. Kérem, tegyék ezt. Viszontlátásra, viszonthallásra.